Köszönöm szépen. Mindig időben szoktam érkezni, kivétel ma. Egy felső vezeték szakadás akadályozott meg minket valahol Budapesttől egy olyan 20 kilométerre körülbelül. Beállt teljesen a forgalom, az M1-esnek a teljes szélességet minden sávot lezárták, addig, ameddig meg nem szüntették a problémát, úgyhogy ez egy némi késedelmet okozott. Nos, én némi explicit tudást hoztam, elnézést ezért. Számokat fogok mutatni, és arról fogok beszélni, hogy mire jó nekünk a vidékfejlesztés, és mi az, amit beleláthatunk, mi az, amit nem láthatunk bele, mire alkalmas, mire nem alkalmas, azért, hogy ezt megfelelőképpen el tudjuk helyezni, és a helyén tudjuk kezelni, és ennek megfelelően tudjuk értékelni is. Ja, a vidékfejlesztés az angol rural developmentnek a tükörfordítása, tehát így hívják az Európai Uniós nomenklatúrában is. A vidékfejlesztési program, vagy a vidékfejlesztés maga pedig ilyen szempontból nem más, mint a közös agrárpolitikának a része. A közös agrárpolitika az egyik, nem az egyik, hanem a legrégebbi közös politikája az Európai Uniónak, és mint ilyen ebbe a vidékfejlesztés egy relatíve új elem, tulajdonképpen 1992-ben a McSherry reform során jött be, mint kísérőintézkedések, aztán ezek a kísérőintézkedések lőtték ki magukat egy második pillérré a közös agrárpolitikán belül. Ezt nevezzük ma vidékfejlesztésnek, amelynek a támogatásai nagyon hasonlóak a strukturális alapokhoz, a kohézis alapokhoz, egy társfinanszírozott alapú pályázatos rendszerű támogatás, amely, hangsúlyozom még egyszer, a mezőgazdasági politikának a része, a közös agrárpolitikának a része. Most ennyi bevezető után, rátérve egy kicsit a lényegibb dolgokra, tehát jelenleg a vidékfejlesztési programban, ugye a közös agrárpolitika is igazodik az Európai Unió 7 éves költségvetési periódusaihoz. Tehát jelenleg ugye a 14-20-as költségvetési periódust éljük, a következő lesz majd a 21-28-as, és hát ennek lassan-lassan-lassan a vége felé közeledünk. Egyben zajlik az újnak már a tervezése. Most a elnézést, még egy pár bevezető gondolat, tehát a közös költségvetésnek a tervezése zajlik most európai szinten, ugye a közös költségvetést az államkormányfők fogadják el egyhangúan, és ez egy nagyon fontos szempont, mert addig a közös agrárpolitika szabályozó rendszeréről, ugye a vidékfejlesztés szabályozó rendszeréről sem lesz döntés, ameddig el nem döntötték, hogy mennyi forrás lesz rá. Tehát a tagállamoknak általában ez a hozzáállás, a Magyarországnak is, hogy előbb tudjuk, hogy mennyi van rá, aztán majd eldöntjük, hogy azt hogyan használjuk fel. Ez azt gondolom, hogy elég logikus. Ez történik most, hogy az MFF, ez a Multiannual Financial Framework az Európai Uniónak a 14-20-as, illetve a 7 éves költségvetési, következő 7 éves költségvetési periódusára vonatkozó döntés, ez még várat magára. Most voltak európai parlamenti választások, új parlament van, most által az új bizottság. Nagyon valószínű, hogy ebben az évben konkrét döntés a következő 7 éves periódus költségvetéséről még nem lesz, hanem ez is tolódik. Ennek megfelelően a hozzákapcsolódó szabályozás megszületése is tolódni fog valószínűleg. Könnyen lehet, hogy az utolsó pillanatban fog megszületni az agrárszabályozás is, tehát majd 2021 előtt. És akkor kezdhetjük majd el tervezni a vidékfejlesztési intézkedéseket, és csak aztán indul majd be. Ez mindig így van, mindig tolódik egy kicsit. Rátérve akkor a konkrétumokra egy kicsit, ugye a vidékfejlesztési programban jelenleg mintegy 1300 milliárd forintnyi támogatás van, és ez 6 prioritás mentén kerül kiosztásra. A prioritások azok ugye uniós szinten megfogalmazott tulajdonképpen alapcélok, amelyekhez kapcsolódóan az egyes tagállamok megírják, megalkotják a saját vidékfejlesztési stratégiájukat, azt feltöltik intézkedésekkel, amelyek mentén aztán pályázatokat kiadják, és lehet támogatásokra pályázni. Ugye ennek az egyik legfontosabb célkitűzése a munkahelyteremtés, illetve a vidéki munkahelyeknek egyrészt a megőrzése, másrészt a fejlesztése. És ez azért ad egy kis mosolyra okot, mert jelenleg ugye egy gazdasági konjunktúrában vagyunk, és nem, hogy
nem hogy az a gond, hogy ne lenne elég munkahely, hanem éppenséggel szakképzett munkaerőt keresünk. Legalábbis a mezőgazdaságban mindenhol szakképzett munkaerőt keresünk. Tulajdonképpen ez az egyik legnagyobb probléma, különösen a munkaigényes ágazatokban, kertészetben, állattartásban, állattenyésztésben óriási nagy a munkaerőhiány, mindenféle munkaerőhiány, de elsősorban a szakképzett munkaerőhiány. De természetesen kiemelt cél a hazai szinten is a mikro, kis és középvállalkozásoknak a fejlesztése. Ugye a vidékfejlesztési program úgy épül fel, hogy a beruházási részéből 80% erre a szegmensre van dedikálva, tehát nagy vállalatok nem is részesülhetnek beruházási támogatásból a vidékfejlesztésből. Nagyon fontos cél, hogy a vidéki közösségeknek és gazdaságoknak a versenyképességét és életképességét javítsuk, és mindezt úgy, elhangzott a fenntarthatóság, olyan módon, hogy a mezőgazdasági termelésnek, a mezőgazdasági tevékenységnek az ökológiai lábnyom, a környezeti lábnyom, a kibocsátása mindenféle szempontból lehetőleg csökkenjen. Ez egyébként megfigyelhető az egész közös agrárpolitikában ez a tendencia, tehát ez az elv nem csak a vidékfejlesztésre érvényes, hanem az első pilléres közvetlen, mondjuk például a területalapú támogatások kiosztásánál, és jelenleg is van egy 30%-os rész, amit zöldítésnek hívunk, amit kimondottan ilyen célok mentén lehet csak lehívni, és a következő közös agrárpolitikának, ugye látjuk már a jogszabályi tervezeteit, gyakorlatilag mindenféle kifizetésnek legalább a 40%-a valamilyen környezeti cél megvalósulásához fog kapcsolódni a jövőben. Tehát az a vonal ez ráadásul erősödik. És akkor elérkeztünk a vidéki szempontból, tehát ami nem közvetlenül a mezőgazdasághoz kapcsolódik, hanem a vidéki infrastruktúra fejlesztéshez. Ugye ez a vidékfejlesztési programnak, vagy a vidékfejlesztési alapnak az a része, amely nem közvetlenül kapcsolódik a mezőgazdasághoz, és amely a vidéki területeken közösségi tereknek, egyéb infrastruktúrális fejlesztéseknek lehetőséget ad. Ugye sokszor éri az a vád, vagy az a kritika a vidékfejlesztési programot, hogy hát ez összegében sokkal kevesebb, mint mondjuk a terület- vagy településfejlesztési operatív program, vagy akár a környezet- és energiahatékonyság fejlesztésére szolgáló operatív program, a KEHOP, vagy a közép-magyarországi VEKOP-ból, tehát hogy onnan egy nagyságrenddel több pénzt lehet igényelni. Persze, csak ne felejtsük el, hogy a vidékfejlesztés a mezőgazdasági politikának a része. Ennél fogva természetszerűleg egy jelentős része az mezőgazdasági típusú fejlesztésre szolgál. Nem azért, mert mi itt találjuk, hanem ez a célja. Nos, ugye 74 meghirdetett felhívás van a vidékfejlesztésben, ebből 64 már lezárult. Ugye 14-20-as periódusnak közeledünk a vége felé, értelemszerűen az intézkedések többségét gyakorlatilag már kifuttattuk, 10 nyitott felhívás van, és a vidékfejlesztési program lehetőséget ad arra, hogy mivel itt akár több éven keresztül megvalósuló beruházásokról van szó jelentős mértékben, hogy az adott tagállam a forráskeretnél egy picivel többet hagyhasson jóvá. Ugyanis mindig van olyan, ami nem valósul meg, mindig van olyan, ami késedelmesen valósul meg, mindig van olyan, amivel valami probléma van, onnan visszacsorgó pénzek vannak, erről fogok még beszélni. Ezért a túligénylés bizonyos mértékben megengedett, de csak azoknak a prioritásoknak a mentén, amelyeket már emlegettem. Tehát ez az 1300 milliárd forint, ez gyakorlatilag teljes egészében le van fedve kötelezettségvállalásokkal, még azon túl is egy picit, úgyhogy azt gondolom, hogy ennek az elköltése egyetlen, vagy az utolsó euróig ezt teljes mértékben biztosított. És az a része a vidékfejlesztésnek, ami nem közvetlenül a mezőgazdasághoz kapcsolódik, hanem a vidéki infrastruktúrához, ez durván ez a 80 milliárd forint, illetve mondjuk a fölötte levő 31 milliárd forint, tehát ez a dia a legizgalmasabb vagy legérdekesebb vidékfejlesztési intézkedéseket, legnépszerűbb vidékfejlesztési intézkedéseket mutatja be. A többségük, ahogy említettem, elsősorban mezőgazdasági, tehát mondjuk az élelmiszeripari fejlesztésekhez kapcsolódik, vagy agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedésekhez kapcsolódik, vagy állattartó telepek korszerűsítéséhez kapcsolódik. Tehát az ELIP, az ATK, az AKG, ezek a legnépszerűbb vidékfejlesztési intézkedések.
De ahogy látható, vannak turisztikai fejlesztése és lehetőségek benne, illetve mintegy 2000 önkormányzati fejlesztés valósult meg, vagy valósul meg ebben a periódusban egy jó 80 milliárd forint értékben. Mi történik akkor, hogyha egy pályázat bármilyen okból kifolyólag nem tud megvalósulni? Ugye ez egy nagyon nagy kockázata a pályázatos rendszerű alapoknak, hogy valaki bead egy pályázatot akármilyen fejlesztésre, vagy infrastruktúrális fejlesztésre, és bármilyen okból kifolyólag, akár a saját hanyagságából, akár valamilyen viszonylag okán nem tud megvalósulni, vagy időben nem tud megvalósulni a projekt. Ezzel alapvetően két probléma van. Az egyik az, hogy nem valósul meg a projekt, amire egyébként nyilván szükség lenne, hiszen honnan indulna különben az igény. A másik az, hogy mivel ez már egy adott esetben egy beadott program vagy projekt, ami bír egy támogatási határozattal, azt a forrást másnak nem lehet kiajánlani vagy kiutalni. Tehát az tulajdonképpen egy kötött forráskötelezettségvállalás van rá, így hogyha valaki hosszú időn keresztül nem valósítja meg azt a projektet, amelyre pályázott, az tulajdonképpen másoktól veszi el a lehetőséget arra, hogy pályázati forráshoz, támogatáshoz jussanak. Ez egy rögtön egy kettős problémát generál, ezért nyilvánvalóan a szabályozás törekszik arra, hogy lehetőség szerint ezt az anomáliát kiküszöbölje. Van egy 12 hónapos szabály, meg egy 24 hónapos szabály. A 12 hónapos szabály azt mondja ki, hogy a beruházásnak vagy a projektnek legalább a 10%-át meg kell valósítani ennyi idő alatt. A 24 hónapos szabály pedig az, hogy az alatt meg kell valósítani. Most, hogyha ennek ellenére, tehát például az infrastruktúra fejlesztésekben pontosan tudjuk, hogy mi van az építőiparban. Én ezt jelenleg a saját bőrömön is érzem, némi otthoni felújítás kapcsán. Bármilyen építési vállalkozót felhív az ember, akkor azt mondja, hogy nyugodtan telefonáljon vissza, hogy 2023-ban. Akkor lesz a következő szabad időm. Úgyhogy borzasztó nehéz, és nem csak ezzel van a probléma, hanem azzal, hogy ezzel az óriási kereslettel párhuzamosan értelemszerűen a költségek is megemelkedtek. Tehát ilyen szempontból nem csak a vidékfejlesztésben, hanem más operatív programok esetében is egy standard probléma, hogy az időbeli megvalósíthatóság egy kicsit kitolódik, és ráadásul több ráfordítást is igényel a projekt, mint hogy azt eredetileg tervezték. Ezért, hogyha valaki ilyen helyzetben van, ugye soha nem az a cél, hogy akármilyen bürokratikus gondolkodás mentén úgymond szankcionálják, de mindig az a cél, legalábbis a fejlesztésben ugye erről tudok nyilatkozni, mindig az a célunk, hogy a projekt megvalósuljon. Tehát ha valaki benne van, de mégis késedelmet szenved, hogyha be tudja mutatni, hogy érvényes építési vállalkozói szerződése van, elindult a projekt, fut, csak éppen át kell ütemezni, akkor erre egyedi kérés alapján mindenképpen lehetőség van. Ha mégis van olyan forrás, amely egy adott intézkedésben nem talál gazdára, akkor ennek természetesen megvan a lehetősége, hogy átütemezzük egy vidékfejlesztési programmódosítás keretében. Oké. Nos, azok a fontosabb felhívások, amelyek még nyitva vannak. Van lehetőség egyedi szennyvízkezelésre. Ez egy nagyon fontos intézkedés olyan területeken, ahol a csatornázottság nincsen kiépítve, vagy akár egyedi léptékű villamosenergia, vízellátás fejlesztésére. A középen itt ez a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazatfejlesztés, ezek konkrétan öntözési beruházások, tehát ez nem infrastruktúra. De van még pénz erdősítésre, borszörű ültetvény telepítésre, illetve a rövid ellátásolánc és helyi piacok kialakítására is. Mivel egy kis idő van, ezt átugrom, ez gyakorlatilag csak mezőgazdasághoz kapcsolódik, úgyhogy ott most megkímélem ezeket. Viszont van a vidékfejlesztésnek ugye egy nagyon érdekes, sajátos része, ezek a LEADER fejlesztésekre elkülönített pénzek. Ez egy jó 5%-a a vidékfejlesztési keretnek, és ennek az a sajátossága, hogy itt tulajdonképpen nincs is központi döntéshozatal.
Tehát ez a klasszikus esete az alulról építkedő, szubszidiális, helyi ötleteken, helyi szükségeken megvalósuló fejlesztéseknek. Itt a pályázat tulajdonképpen az önkormányzatok, akik egy helyi stratégia alapján meghatározzák azokat a fejlesztéseket, amelyekre szükségük van, megkapják erre a forrást, és utána a helyi pályázókkal már maguk intézik tulajdonképpen a többi részét a pályázatnak, illetve a kifizetésnek is. Ebben van egy durván jó 40 milliárd forint, ugye ez ami hozzájön ahhoz a 80-hoz, illetve 30-hoz, ami nem közvetlenül köthető a mezőgazdaságból a vidékfejlesztésen belül. És hogyha azt nézzük meg, hogy mondjuk az önkormányzatok vonatkozásában ténylegesen mi az, ami megvalósult, akkor azt láthatjuk, hogy egy jó 15 milliárd forintnyi fejlesztés jutott a vidékfejlesztésből településképi fejlesztésekre, tehát helyi épületeknek mondjuk a felújítására, egy jó 10 milliárd forint a közösségi terek, helyi piacok, középkeztetés, helybeni fejlesztésére. A sláger az természetesen az utak, tehát a legtöbb forrást azt utakra használták fel az önkormányzatok, mintegy 46 milliárd forint értékben van rá kötelezettségvállalás, és kisebb mértékben az egyedi szennyvízre, illetve a tanyafejlesztésre. Hogy egy pozitív gondolattal zárjam, ebből a pénzből durván egy 4000 km útfejlesztés valósult mondjuk meg. Tehát ezt így kell elképzelni, hogy közel kétszer körbejárhatjuk a Magyarországot, és a lakosságnak, Magyarország lakosságának mintegy egyharmadát érintik azok a fejlesztések, amelyek által valamilyen életminőség így meg tud valósulni. Elnézést még egyszer, hogy késtem, remélem nem léptem túl a keretet, és hogyha bármi kérdés van, akkor remélem válaszolok. Köszönöm szépen!